Üdvözlet, szép napot kívánok mindenkinek! Na, múltkor ugyan már egy kis részen bekapcsoltam a kamerát, de most itt már rögtön az elején bekapcsolom, nézd meg itt micsoda építkezés folyik, nem tudom mi lesz itt. Amikor itt egyengedték a placot, arra gondoltam, mondom, hát ha parkoló lesz, de hát nem úgy néz ki. Na szóval, itt a lámpánál, ahol átjöttem, itt már ugye jó múltkor le volt zárva az út, de most már itt ezt a szakaszt megnyitották. Nem tudom, hogy itt hol dolgoztak, hol újítgatták az utat, mert ezt a részt, ahol most megyünk, ezt már tavaly megcsinálták. Akkor majd meglátjuk, lehet, hogy majd ott a következő település után, vagy ott a településen belül is tán újra húzták az aszfaltot. Majd kiderül mindjárt. Ja, mi van ma? 2024. június 11. Júni 11. És keddi nap van ma. Kilencedikén lezajlottak az önkormányzati és parlamenti választás. És hát körülbelül olyan eredmény született, mint amire én számítottam. Mondjuk nem minden esetben. Hát a mi kerületünkbe ugye nyert a régi polgármester, aki eddig is a polgármesterünk volt. Itt van a település, és igen, nézd csak oda! Úgy látom, hogy innentől friss, új aszfalt, felfestés, minden. Ha a 2019 előtt, akkor nálunk Búzs Balázs volt a polgármester, és hát 2019-ben leszavazták, és helyette dr. Kis László volt az elmúlt 5 évben. De hát most, ami undorító kampányt folytattak a Kis László ellen, hát az körülbelül azon a szinten volt, mint amit országosan csináltak. Mindenféle szemen szedett hazugságot kitaláltak. Én nem tudom, hogy ebből lesz nekem majd perek, vagy mi lesz, nem tudom. De tényleg előástak ilyen, mit tudom én, mikori ügyet, ahol valaki valami közbeszerzést megnyert, valami KFT, és akkor ennek a KFT-nek a akárkije az egy nagyobb összeget fölvett készpénzbe, és akkor azt mondják, hogy azt korrupciós célokra fordította meg. Nem tudom én, de hát... Na. Meg még a jó ég tudja, mi mindent találtak ki, ahol csak lehetett, próbálták ócsárolni meg mindent. Ezzel szemben viszont a Kis László meg igazából azt kommunikálta, hogy itt az elmúlt 5 évben mi volt az, amit sikerült elérni a kerületbe, mik voltak azok a dolgok, amiket sikerült megcsinálni, nem pedig a Búzs Balást próbálta lejáratni,
hát úgy látszik, hogy ez lehet, hogy hatékonyabbnak bizonyult, mint az a bődületes hazudozás, lejáratás, amit csináltak. Aha! Itt festenek a fiúk. Hát úgy látszik, akkor nem sokára ezt is át fogják adni, mert már itt az utolsó simításokat végzik. És hát úgy történt, mint 2019-ben, hogy a szavazók egyetlen egy fideszes képviselőjelöltet sem szavaztak be a kerületi önkormányzati képviselő testületbe, hanem a Búzs Balázs és még egy ember került be listáról. Ilyen kompenzációs listáról. Úgyhogy itt a harmadik kerületben itt totális ellenzéki többség volt a szavazók részéről. Mert hát a Kis László is valami, hú, hát most meg nem mondom, 50% körüli szavazatot kapott a Búzs Balázs, meg valami 30 valamennyit. Valami ilyesmi rémlik, de hajszál pontosan nem tudnám most megmondani. De valahogy így. Hát ami nekem meglepetés volt, nem számítottam rá, hogy a Tisza párt ennyi szavazatot fog kapni az Európai Uniós választáson, meg a fővárosi közgyűlésbe, fővárosi listán. És hát igen erősen kétségeim voltak a Karácsony Gergely győzelmével kapcsolatban, ugye, mert visszaléptették a Szentkirályi Alexandrát. Aztán lehetséges, nem biztos, de lehetséges, hogy ő azért egy kicsit úgy lábon is lőtte magát, mert ugye bár még a utolsó héten, vagy nem tudom, előtte, szavazás, választás előtt egy pár nappal állítólag valami kínai nyelvű szórólapot osztogattak szét ott a Kínából bevándorolt emberek között, amin arra buzdították őket, hogy szavazzanak Szentkirályi Alexandrára, mert ő a legjobb nekik. Na most, amikor Szentkirályi visszalépett, akkor elfelejtették nekik kiosztogatni, hogy mégsem Szentkirályira kell szavazni, hanem a Vitézire. És hát lehet, hogy sokaknál ez a ugye nem szóltak, hogy Szentkirályi visszalépett, és a Vitézire kell szavazni, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy a kínaiak közül igaz, hogy látták, hogy át van húzva a szavazólapon Szentkirályi neve, de ők mégis biztos, ami ziher, odahúzhatták az X-et, és ezért az a szavazat érvénytelennek minősül, mert hogy
igen sok, valami 20-valahány ezer érvénytelen szavazatot adtak le Budapesten. Mások szerint meg köszönhető annak, hogy Magyar Péter arra buzdította a híveit, hogy érvénytelen szavazatot adjanak le, de ő állítólag át se vette a főpolgármesteri szavazóívet, úgyhogy ha ő így tett, akkor nem tudom, a hívei miért tettek volna másképp, akkor a hívei sem veszik át a szavazóívet, aztán azzal le van tudva, úgy nem szavaznak a főpolgármester jelöltre. És aztán ugyebár bizonyára sokan tudják, hogy hát eléggé szorosra sikeredett a végeredmény, mert valami 300 néhány szavazattal lett Karácsony a győztes, úgyhogy most azon ment a rágódás, hogy hogy lehetne újra számolni a szavazatokat. Mert hogy nagyon sok volt ugyebár az érvénytelen szavazat, és akkor hát ha találnak ott az érvénytelen szavazatok között még néhány érvényeset, ami a Vitézire lett beixelve, és akkor így talán ki lehetne pöckölni a Karácsonyt. Hát majd meglátjuk, nem tudom, hogy ez a dolog ez hol tart, majd meglátjuk. Aztán ugyebár ott van az Európa Parlamenti választás. Hát a Fidesznek sikerült azért mozgósítania elég erősen a híveket, a szavazókat. Mert ahogy hallottam, nem néztem pontosan utána, de úgy hallottam, hogy több mint 2 millió szavazat érkezett a Fidesz-KDNP listájára, és hát az főleg kisebb településeken, mert hát ugyebár ott tud úgy menni a mozgósítás, hogy mindenkit elcibálnak szavazni, és akkor ugyebár tessék szépen a Fideszre húzni az X-et, és akkor lesz közmunka, meg segély. Mert ha nem a Fideszre húzod, akkor háború lesz, akkor viszik a unokádat Ukrajnába. Úgyhogy én erre tudok tippelni, hogy valami ilyesmi lehet a nagy sikernek a hátterébe. De hát még így is 2-vel csökkent a Fidesz Európa parlamenti képviselőknek a száma, mármint Fidesz-KDNP, ugye, mert ez nem csak a Fidesz, hanem Fidesz-KDNP, holott Szijjártó Peti nagy győzelmi beszédébe arról beszélt, hogy hát ilyen Európában egyszer volt, vagyis hát egyszer se. Ja, nézd meg ezeket a figurákat itt a házaknál. Föl vannak díszítve a házak, és akkor vannak ilyen bábuk kirakva, hogy ez most mi lehet itt ezen a vidéken, de nézd meg itt is. Az idős házaspárt kiültették oda. Ilyen mindenféle bábukat raknak ki. Ilyen szalmabábuk, vagy nem is tudom. Nézd meg, itt is van, jobbra, ott is jobbra fönt. Ott is ki van rakva egy régi tévé, meg mellette ott ült a figura. Hogy ez itt mi lehet, ezt nem tudom. De majd valaki, hogyha tudja, akkor írja már meg hozzászólásba, kommentbe. Itt is bal oldalon ott áll a figura az ajtó mellett, itt is ott ücsörögnek.
itt jobbra megint betonkeverővel, ott állt egy, ott is egy munkás a jobb oldalon, tehát tök jó. Mert hogy ez mi? Nézd meg, ott is a napernyő alatt, meg itt van valami felirat is. Na, marha jól néz ki, jó pofa. Na szóval, visszatérve Szijjártóra, azt ecsetelgette, hogy hát ekkora győzelmet, ilyen nagy arányú, ilyen sok szavazatot, hogy 44%-nyi szavazat az a Fideszre érkezett, hogy ehhez hasonló csak egyszer volt valahol Romániában talán. Mintha azt mondta volna, de hogy ott két pártra érkezett összesen ennyi szavazat, egy ilyen párt szövetségre. Ugye, sőt, ott több, mert ott valami 50%-os volt az ő szavazatarányuk. Csak hát a Petike azt felejtette el, hogy hát itt a Fidesz nem egyedül van ő, hanem ott van mellette, igaz, hogy egy súlytalan, szinte nulla, de a nevében mégis ott van, hogy KDNP. Mert hát így ez a Fidesz-KDNP szövetség. Úgyhogy itt Magyarországon is csak jelzem, hogy kettő darab pártra érkezett az a 44%-nyi szavazat. Tény és való, hogy ezzel is bármelyik európai kormánypárt megelégedne, örülne, hogyha ilyen arányban kapnák meg a szavazatokat. Ennél jobb már csak Vlagyimir Putyin és az ő pártja, az meg nem tudom én, Észak-Koreában a Kim Jong-un, meg Fehér Oroszországba, Belarusba, ugye az ottani, most nem jut eszembe a nyomorútnak a neve, aki úgy szintén valami 80%-ra hamisította meg a győzelmét. De viszont én a Tisza párt esetében egy olyan 3, maximum 4 képviselőre, nézd meg itt is jobb oldalon, postamester ott ült az asszonnyal. Szóval én a Tisza pártnak maximum olyan 3-4 képviselőt jósoltam, hogy talán annyit sikerül nekik elérni itt a Európa Parlamenti választáson. De hát aztán, mint kiderült, 7 képviselő jutott be a Tisza párt részéről. Na most azok miért nem jönnek? Gyere már! Ja, balra fordul, jó, forduljál. Úgyhogy véleményem szerint az elég komoly. Egy ilyen 3 hónapja indult mozgalom, vagy párt, vagy nem tudom én minek mondjam ezt. Azért az nem semmi, meg hogy valami 30-31 néhány százalékos támogatottságot értek el. A fővárosi közgyűlésbe, ott pedig lent 10 képviselő ül be a Tisza párt részéről, 10 képviselő ül be a Fidesz részéről, és aztán még nem is tudom, a kutyapárt, meg talán a DK-MSZP Párbeszéd? Igen. Ők, az ő hármas összefogásuk révén is bejutott még pár
néhány képviselő, azt most meg nem mondom szám szerint mennyi. Tehát, ha nem is túl sokat, de valamit azért vesztett a Fidesz a támogatásából. De viszont ebből a pénz mennyiségből, amit ezek erre a kampányra költöttek, az valami eszméletlen, és ha ezt vesszük alapul, hogy mennyit költött a Fidesz, vagy a kormány, meg a hozzá kapcsolódó egyéb szervezetek, mit tudom én, a Magyar Nemzet, a Riposzt, a Hír TV, a Megafon, a mit tudom én még kik vannak ott, akik. Meg aztán ezeknek a különböző influencerei, mert hát ők is azért elég komoly pénzeket költögettek. Hát ahhoz képest az ellenzék az a töredékét se. Hát csak a Google hirdetésekből hallottam most, egy tegnap nem tudom már melyik hírportál vagy ki hozta le, hogy a Google hirdetésekre a magyar kormány és a hozzá kapcsolódó szervezetek, mit tudom én, a CÖF, meg a nem tudom én ki, csak a Google-nél 4 millió eurót költöttek el erre a választási kampányra. Csak a Google-nél 4 millió euró. Ezzel szemben a komplet ellenzék az valami 100 ezer vagy 120 ezer euró, valahogy így. És akkor ez csak a Google, és azt hallottam, vagyis hát ezt hozták ki az adatokból, ugye, mert a Meta, ami ugye a Facebook, meg Instagram, meg nem tudom én még mi tartozik hozzá, ott a magyar kormány költötte egész Európába a legtöbbet a kampányra. Ott, hogy mekkora összeget, azt nem tudom, de valami irgalmatlan összeget költöttek a kampányra. És hát ezt látta is, mindenki láthatta. Akkor a YouTube-on, hát ott is valami eszméletlen, hogy orva szájba jöttek ezek a kormány háborús, meg egyéb mindenféle reklámjai. Akkor én egy ilyen internetes rádiót, egy ilyen olyan alkalmazást használok, My Radio az a neve, és akkor ott gyűjteményesen ott vannak mindenféle interneten hallgatható rádiók, és ott azt szoktam hallgatni, és itt is, ezen az alkalmazáson belül is van egy kis ablak középen, és akkor ott jönnek a reklámok, és akkor Temu, Magyar Nemzet, Riposzt, nem tudom még mi volt, nem tudom már mi volt még, de egymás után jöttek ezek a így a háború, úgy a háború, a Karácsony Gergely, ott is, hogy milyen korrupciós ügyek vannak a fővárosi közgyűlés körül, meg a nem tudom én háború, meg Ursula von Leyennek a szolgája, a Magyar Péter, meg a Karácsony Gergely, meg a Gyurcsány emberei, meg Jézus Máriám, és jött egy Temus hirdetés, meg jött három ilyen másik, aztán megint jött valami, azt megint jött három ilyen kormánypropaganda hirdetés, hát valami eszméletlen, hogy minden szinten mindenhol, és valami istentelen mennyi.
mennyiségű pénzt erre szétszórtak. Ezzel szembe egyetlen egy tiszapártos hirdetést se láttam sehol, se óriás plakátot, semmit, de még ilyen sima utcai plakátra sem emlékszem, hogy láttam volna tiszapártosat, és hát mégis azért elég jól szerepelt a brigád. És ugye bár Magyar Péter is a női napszemüvegét elárverezte, és azt a pénzt nem reklámokra, meg Facebook reklámra költötte, hanem rászoruló családokat segített belőle. És hát véleményem szerint ez sokkal jobb reklám, mint hogyha milliárdokat költenek mindenféle Facebook, meg YouTube, meg Google, meg mindenféle reklámokra. Na mindegy, ennek vége, mexikói útnál is lekerültek a háborús plakátok, most már béke van Magyarországon, már nincsen háborús pszichózis, majd kíváncsi vagyok, hogy fognak békét teremteni itt a győztesek Szijjártóval az élen, mikor megy aztán a labrobot egy nagy palacsinta sütővel vagy szívlapáttal vágja pofán, hogy hagyják már abba, takarodjanak kifelé Ukrajnából, és akkor lesz béke. Aztán azon kívül bármit is erőlködnek, sajnos nem az ukránokon múlik, hogy béke legyen. Na mindegy, ja, körülbelül ennyi. Ha netán nem történik semmi érdekesség útközben, akkor szerintem ennek a videónak itt a vége. Mert innen most én még megyek visszafelé, és aztán megyek haza, ezen a héten egy kör van. Mert van némi elintézni való, amit hétköznap kell elintézni, úgyhogy ma van kedd, holnap szerdán elvileg visszaérek Nyitrára, és akkor már is megyek hazafelé. Ja, itt meg óvatosan kell menni, mert itt kiszokták tenni a sebességmérő kézi készüléket. Itt van jobb oldalon egy ajtó a zajvédőfalba, itt a kék ajtó, és itt szokta kiratni a jó ember a sebességmérő készüléket, és ebbe sikerült beleszaladnom a múltkor ilyen 87 km/h sebességgel a 60 helyet. És hát 178 euró lett a számla vége, a CEH. 178 euróra büntettek, úgyhogy nem éri meg itt. Ez egy pár kilométeres szakasz, ahol 60-nal lehet menni, kollega jön szemből, szevasz. Itt most ezen a szakaszon tényleg érdemes 60-nal szépen végigballagni, mert aztán ki tudja, hogy milyen újabb helyet találnak ki megint. És aztán, hát ugye céghez küldték ki, úgy, hogy a cég befizette, és nem úgy volt, mint máskor, hogy kiküldik a rendszámot, hogy ki vezette ezt a járművet, és akkor utána nekem kiküldik lakásra a büntetést. Mert akkor viszont még ilyen esetben akár pontokat is adogatnak hozzá. De itt viszont ugye a cégnek küldték ki, és a cég befizette, és akkor így nincs pont.
tényleg nekem még eddig nem sikerült egyetlen egy pontot sem begyűjteni. Nem kaptam még. Mondjuk igyekszem is azért úgy lehetőségekhez képest betartani a szabályokat. Azt nem mondom, hogy ilyen gyorshajtás nem ugrik be néha-néha, de már úgy az elmúlt két évben nem igazán volt gyorshajtásom. Most sikerült belefutni ebbe, meg egyszer parkolás, ugye az egyik benzinkútnál megálltam éjszakára ott a kamionok között az út szélén, ott volt egy hely, álltak sorba a kamionok, én is oda félreálltam, ahol mondom, de jó, van egy hely, erre reggelre ott volt a szélvédőn a papírusz, hogy tilosban parkoltam, és akkor nézem, hogy ki van rakva megállni tilostába, holott ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni így a már német rendőrök sem, de itt valami oknál fogva mégis foglalkoztak vele, úgyhogy gondolom a többiek is megkapták a kis papírkájukat, és az nem is tudom mennyi volt, 50 euró azt hiszem. Hogy odafigyelve szépen lehet közlekedni. Na, szóval, ha nem történik semmi extra, akkor ennek a videónak itt a vége. Hajrá mindenki, örüljünk neki, hogy véget ért a háborús puszítás. Most már talán normálisan lehet tévét nézni, YouTube videót, stb. És nem jön ez a sok szar, nem ömlik az emberre. Na, mindenkinek minden jót kívánok, csodaszép hétvégét, a viszontlátásra, sziasztok!